A 123 C megyei út Pottyont és Hosszúaszók közötti 8 kilométeres szakaszának felújításáról szervezett terepszemlével egybekötött beszélgetést Hargita megye tanácsa november 24-én. Borbély Csaba megyeelnök Bece István megyei tanácsossal, a megyei utakért felelős munkatársaival és Csíkszentlélek előjáróival együtt végigjárta a Fitód Hosszúaszó Pottyont közötti szakaszt, majd Pottyondon a helybéliekkel beszélgettek a felújítás lehetőségeiről. A beszélgetésen részt vett Táncos Barna szenátor, György József, Csíkszentgyörgy, illetve Keresztes Balázs, Csíkszentlélek polgármestere, továbbá Krézsek Erika, Csíkszentlélek alpolgármestere is. Mint kiderült, első lépésként tisztázni kell a tulajviszonyokat és egyértelműsíteni a nyomvonalat. Az említett szakaszon, amely a két község területén található, jelenleg csak terepjáróval lehet közlekedni, több helyen igen meredek, lejtős, amit kanyarokkal lehetne kiküszöbölni a korszerűsítés során. A gazdasági részét nézzük, akkor egyértelműen az jut eszemben, és azok a települések, amelyek az autósztrádák ugye mellett fekszenek, és ott ugye sokkal gyorsabb a fejlődés, mint más helyen. Most én ezt várom itt is, hogyha megnyílik ez az út Csíkszereda felé, akkor egyértelműen változik a gazdasági helyzete is. Ugye a befektetés, vagy akár a lakásvásárlás, és így tovább. Hogyha megnézzük a távolságot Csíkszereda és Ménaságvár Pottyant között, akkor azt kell tudni, hogy innen Pottyantról 15 km Csíkszereda körülbelül, és a másik úton vesszük, ugye innen lefelé, az 25-26 km. Tehát ugye legalább egy 10 km-es különbség van a két út és Csíkszereda megközelíthetősége szempontjából. Borbély Csaba javaslata szerint a Szentgyörgyi és a Szentléleki Önkormányzat a nyomvonal meghatározása után készítsen tervet, és amint azt engedélyezett formában átadja a megyei tanácsnak, attól számítva 4 éven belül elkészülhet az út. Most már 9 év tapasztalat után azt tudom mondani, hogy az íróasztal mögül készített tervekben nem szabad hinni, és azokat nem is lehet megvalósítani, kinkeservesen mindenféle gond problémát szülnek azok, és láthatjuk a Csicsói hídat, a Pálfai utat, a Büdösi utat, Atyai utat, az EU-s pályázatainkat, mindeket láthatjuk, hogyha nem helyből felfelé készül el egy terv, akkor nem ott van a baj, hogy van-e rá pénz, hanem ott van a baj, egyáltalán ezt a tervet meg lehet-e valósítani. És ezért változtattunk a megyei tanácsnál, most már ugye az utóbbi fél évben átvettem saját direkt irányítás alá a megyei utak ügyét, és azt látom, hogy ha helyi szinten kötünk megfelelő egyességeket, mindenki odaáll, mindenki teszi a dolgát, akkor meg lehet építeni egy utat. Ugyanis itt lehet látni, hogy sokszor a terület ki van adva, ki volt mérve, akár az út közepéig is magánszemélynek. Sokszor látható, hogy valamikor ezelőtt jó néhány 10 évvel, amikor egy utat tehát a térképbe berajzoltak, azt is valószínűleg az irodából csinálták, nem a valóságnak megfelelően. Látható itt ez az után lefelé, hogy egy ilyen dőlésszögű utat, ahol szinte így az ember leesik, hogyha néz lefelé, az nem megyei út kategóriába talál belé. Sokszor látható, hogy a közbirtokossági, az erdős területek, ugye Kisolymosnál is, Atyánál is erdős területek voltak már a megyei útba bejöve. Egy sor-sor gond probléma van, és hogyha helyi szinten részt vesz a helyi közösség, megkeressük a legjobb útvonalat, törvényes eszközökkel azt telekönyvezzük, és arra egy normális tervet készítünk el, akkor azt ki lehet vitelezni, és az fogja szolgálni a közösséget. A terv elkészítésében a megyei tanács is segíthet hatásul a helyi önkormányzatokkal, hangzott el, vagy ha mindkét község anyagi forrásra nyújt be igénylést a megyeházán. Táncos Barna szerint nem árt megfontolni azt a változatot, hogy a két önkormányzat községi úttá minősítheti át a megyei utat, mert a községi utak felújítása kisebb költséggel jár. A beszélgetés során sikerült felállítani egy menetrendet a kezdeti lépéseket illetően. Kijelölik a nyomvonalat, előkészítik a topográfiai felmérést, majd annak alapján készülhet a műszaki terv. Mindez körülbelül márciusig tarthat, a tervezés pedig ezt követően 4-5 hónapot vehet igénybe. Fitódon közel 500 személy lakik, akinek mondjuk ők Csíkszeredához közel laknak, de Pottyondal összekötni is felállult 13 km alatt átérne ide a völgybe. Összekötni őket a régi településsel, ahonnan átköltöztek Mincentre Hosszaszó,
Pottyondon elfogy az út, szokták mondani magyarországi vendégek, mesélte György József polgármester, aki szerint Pottyond lakói számára különösen fontos lenne a 123C felújítása, mivel megszűnne a falu Zsákutca település jellege, jelentősen 15 kilométerre csökkenne a Csíkszeredától számított távolság, és ez jó hatással lenne a környék turizmusára.